Sziasztok! A mai videóban 5 körömlakot hoztam, amit karácsonyra tudok nektek ajánlani. Kicsit bajban voltam, mert hogy volt egy márka, amiből többet is összeválogattam, de aztán sikerült úgy összehoznom ezt a dolgot, hogy végül 4 piros vagy bordó körömlakot mutatok be, és egy másikat, amivel ki lehet egészíteni, és így most az összes az különböző márkájú körömlak lesz, úgyhogy szerintem ez így elég jól megoldható volt. Van nagyon olcsó körömlak is, és egy kicsit drágább is. Nagyon drága nincs, mert én hát nem vagyok hajlandó nagyon sok pénzt kiadni körömlakokra, úgyhogy nálam ilyen nincsen, de aki az ilyen drágább, ilyen luxus kategóriás körömlakokat keresi, az nézzen körül a körmös bloggereknél, mert rengeteg gyönyörűt lehet náluk látni, úgyhogy ezt tudom nektek ajánlani, és akkor szerintem vágjunk is bele, és kezdjük is azzal a plusz egyel, amivel ki lehet egészíteni, mert ugye belőle csak egy van, és ez egy aranyszínű körömlak. A modellzámnak ez a gyönyörű szép aranyszínű lakja, ami a Gold Rush árnyalatot, vagy hát nevet viseli, és ez tényleg egy csodaszép körömlak, nagyon-nagyon csillámos és gyönyörűen fed, úgyhogy én mindenképpen úgy fogom kifesteni a körmet karácsonyra, egyébként mindig így szoktam, lehet, hogy ez már unalmas is, hogy ugye 4 körmöm piros vagy bordó, és a gyűrűs ujjamon a köröm pedig ezzel az aranyszínnel van kilakkozva, és ez szerintem tényleg csodaszép, úgyhogy ezt csak ajánlani tudom nektek. És akkor most már hát a piros színű lakok fognak jönni, és akkor el is kezdem a szerintem legolcsóbbal, de itt most van 2, ami nagyjából ugyanez az árkategória. Legyen ez a Moira, amit először bemutatok nektek, ez a Sea Salt kiadásból az Ariel nevű lak, ami a 886-os árnyalat egyébként, és azért szeretem nagyon ezt a lakot, mert ez egy az egyben Candy Cane. Valamiért engem nagyon arra emlékeztet, hogy ilyen piros színű lak, és fehér ilyen kis pöttyök, vagy hát glitterek vannak benne, és emiatt nekem ez annyira Candy Cane, hogy el se tudom mondani. Nagyon tartós, úgyhogy ha esetleg több időre mentek valahova, és nem akartok ott újra lakkozni, akkor ezt mindenképpen ajánlani tudom. Tényleg ilyen 350-400 forintba kerül nagyjából, tehát elég olcsó is, úgyhogy tökéletes lehet. Jó, akkor következzen még egy ilyen olcsóbb lak, ez az Adennek a gél állagú, vagy gél hatású lakja, a 8-as árnyalatban, ami egy csodaszép fényű lak, tényleg gyönyörű fénye van, és hát viszonylag tartós is, nálam ilyen 5-6 napot bír nagyjából, úgyhogy persze takarítás, ha mindennel, úgyhogy ez is egy nagyon jó kis lak. Ez is szerintem ilyen 400 forint körüli áron kapható talán, ebben nem vagyok most annyira biztos, ilyen 420 forint talán, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy ezt is nagyon tudom nektek ajánlani, és tényleg gyönyörű fénye van. Ha valaki a fényes körömlakokat szereti közületek, akkor mindenképpen ezt ajánlom a 4 közül. Jó, és akkor most jöjjön 2 bordó körömlak. Az egyik az Avonnak ez a Speed Dry körömlakja, a Red Wine árnyalatban, ami hát nyilván egy borvörös színű lak, vagy hát egy ilyen vörös bor színű. Hát ez is egy csodaszép lak, 12 ml, de most már azt hiszem, hogy 10 ml-is kiszerelésben kaphatóak ezek a lakok, és ugye ez a gyorsan megszáradós fajta Avon körömlak, bár hát nekem az ugye annyira nem játszik, mert használok körömlak szárító cseppeket, és azzal minden gyorsan megszárad, de akinek ez is számít, annak ezt tényleg tudom ajánlani, és tényleg szerintem csodaszép ez az árnyalat, igazi vörösbor színű. És a következő is egy hasonló árnyalat, ez pedig a Crystal Nails-nek a 24-es árnyalatú lakja. Annyi a különbség, hogy bár nagyon-nagyon hasonló a színük, a Crystal Nails az csillámos lak, vagy hát ilyen szaténfényű, inkább úgy mondanám, ez pedig ugye egy ilyen teljesen egyszerű kis lak, nincs benne semmi csillám, úgyhogy aki az ilyen csillogósabb vörös árnyalatokat szereti, annak ezt tudom ajánlani, ezt a Crystal Nails lakkod, ami egyébként egy hosszantartó, long-lasting lak. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon jó, és egyébként annyira könnyen terül, annyira könnyű vele lakkozni, hogy tényleg csak ajánlani tudom. Hát ezek lettek volna azok a lakkok, amiket én így
karácsonyra szerettem volna nektek ajánlani. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogyha így volt, akkor mindenképpen lájkoljátok, kommenteljetek és iratkozzatok fel a csatornára. És ha van kedvenc piros vagy bordó színű lakotok, illetve ti is megtaláltátok már a tökéletes aranyszínű lakot, akkor ezt mindenképpen írjátok meg nekem kommentbe. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!